Jó estét kívánok! Önök az Esti Közelképet, a Debrecen Televízió közéleti műsorát látják. Ettől a héttől lehet átvenni az ingyenes lombgyűjtő zsákokat a kijelölt időpontokban és helyszíneken a városban. Ahogy a korábbi években, de nagyobb számban, több mint 200 ezer zsákot osztanak ki a debrecenieknek, hogy a lombhulladék a megfelelő helyre kerüljön. Ezt az akciót, azaz, hogy a város ingyen biztosítson lombgyűjtő zsákokat a debrecenieknek, több mint 10 évvel ezelőtt a Fidesz-KDNP frakció kezdeményezte. Köszöntöm a stúdióban Papp Viktort, a debreceni frakció vezetőjét a Fidesz-KDNP-nek. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Jó ez az akció, megmondom őszintén, én magam is igénybe veszem a lombgyűjtő zsákot. Nyilván az ember eljut odáig, hogy nem tud mit kezdeni. És az, hogy kukába tenni vagy égetni, hát sokféle szempontból lehet mondani, de ez legalább rendezett, másrészt még nem terheli a környezetet. 10 évvel ezelőtt miért is kezdeményezték? Hát már több mint 10 évvel ezelőtt kezdeményezte a Fidesz-KDNP frakció a város vezetésénél, hogy ingyenesen biztosítsunk az önkormányzaton keresztül ingyenes lombgyűjtő zsákokat a debreceni lakosoknak, ezáltal csökkentsük a zavarégetéseknek a mennyiségét, valamint együtt közösen tegyük szebbé és tisztábbá környezetünket, hiszen ha megnézzük főként a kertvárosi területeken, kertségekben, kertvárosi területeken aktuális ugye a lombgyűjtő zsákoknak az igénye, hiszen itt találhatóak meg előkertek, valamint nagy lombkolonával rendelkező fák ugye a közterületeken, és alapvetően, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy valaki előtt nincs is fa, de mondjuk a közvetlen vagy a közvetett szomszédjaiban találhatóak nagy lombkolonájú fák, ahogy lehullik, a szél oda is viszi, úgyhogy ezzel is szeretnénk tenni és segíteni a debreceni lakosoknak. Ez egy nagy sikerű program. A tavalyi évben a pandémia azért rátette a bélyegét, és egy regisztrációs folyamaton keresztül juttattuk el a lombgyűjtő zsákokat a debreceniek számára, de idén visszatérve a régi hagyományokhoz, megadott helyszíneken és időpontokban fogják az egyéni önkormányzati képviselők biztosítani a szűkebb környezetükben, a városrészekben lakók számára ezeket a lombgyűjtő zsákokat. Nagyon fontos hangsúlyozni és kiemelni, hiszen számtalan telefonhívást kaptunk, hogy idén hol lehet regisztrálni. Most szeretném mindenkit megnyugtatni, meg mindenkinek elmondani, hogy nem kell regisztrálni. Figyeljék a város honlapján lévő lombgyűjtő zsákok osztásainak időpontjait, helyszíneinek felhívását. Ezt folyamatosan frissítjük, hiszen az egyéni önkormányzati képviselőink egyeztetnek a közintézmények vezetőivel, hogy egy megfelelő és arra alkalmas időpontot tudjanak közösen megtalálni. Természetesen úgy, hogy azért a városlakók mondjuk a munkájuk után is el tudjanak menni felvenni ezeket a lombgyűjtő zsákokat. Ugye tegnap kezdődött az akció napról napra, sőt van olyan része a városnak, ahol nem csak egy alkalommal, hanem több alkalommal is így lehet. Van. Tehát vannak olyan városrészek, vannak olyan önkormányzati körzetek, de nyilván ez a debreceni lakosoknak sok mindent nem mond, amelyek egész tagoltak. Tehát csak az egyik képviselő asszonynak, Katona Erzsébetnek a körzetét nézzük, tehát ott a Liget lakópark, Kismacs, Nagymacs, Ondó, tehát egész tagolt területen található, és több időpontban, több helyszínen fogja biztosítani a lombgyűjtő zsákok átvételének a lehetőségét. Ugye ilyenkor, már bocsánat, de az ördög ugye kicsit, hogy benne lakik az embernek, hogy hosszú távon, ugye miután ez nagyon sikeres akció, most is több mint 200 ezer zsákot fognak kiosztani, hosszú távon esetleg nem érdemes azon elgondolkodni, hogy zöld kukákat bevezetni? Hát ennek a vizsgálata folyamatban van. A déli város részben elindult korábban egy kezdeményezés a barna kukáknak a kihelyezésére, de természetesen ez akkor lesz működőképes csak és kizárólag, hogyha egy szemléletformálás is mellé párosul, hiszen az az AKSD-nek a tapasztalata, hogy nem csak zöld hulladékot helyeznek ezekben a gyűjtőedényekbe, így emiatt a válogatása nyilván sokkal bonyolultabb és problémásabb, hiszen ha megnézzük, nagyon jól működik a városban a szelektív hulladékgyűjtés, ugye a sárga fedeli kukák révén, a déli város részben barna színű kukák biztosítják a lombzsákok, vagy a lomboknak az elvitelét, meg az zöld hulladék elvitelét, de most ez egy ilyen kísérleti jelleggel van már ott pár éve, nyilván gondolkodunk rajta, és meglátjuk, hogy milyen lehetőségek lesznek a város számára. De az AKSD is most is folyamatosan fejleszti a válogatóművet, bízunk abban, hogy idővel be fogjuk tudni vezetni ezeknek a szemét, vagy hulladékgyűjtőedényeknek a kijelzését is. Ugye ez is része annak a programnak, amit meghirdettek pár esztendővel ezelőtt, ami a gyakorlatilag Debrecen
ennek, ha szabad így mondani, a környezet védelméről szól. Zöldváros program, Civakva, és sokáig lehetne sorolni. Mennyire kiemelt szempont egyébként a város számára az, hogy figyelmet fordítsanak a környezetvédelemre? Tehát, ahogy elindítottuk a Debrecen 2030 programot, ezzel együtt új környezetpolitikát is hirdetett a város vezetése. Nyilván nem titkolt szándékunk az, hogy Debrecen zöld és fenntartható módon fejlesszük, és ennek égisze alatt számos olyan zöld programot is indítottunk a városban, valamint már a meglévő zöld programjainkat, lásd a lomgyűjtőzsák osztása is, biztosítása, ez is illeszkedik ebbe a programba, hiszen ha megnézzük az elmúlt másfél év eseményeit, eljuttatjuk a Civakva programon keresztül a Tisza vizét Debrecenbe. Naperőművet kívánunk létesíteni 50 hektáron, valamint friss hír, információ, hogy 12 elektromos busz beszerzése érvényes lett, és hamarosan 12 tisztán elektromos meghajtású busz fog csatlakozni a helyi közösségi közlekedés flottájába, valamint 119 új Mercedes buszt is be kívánunk szerezni. Itt az első etapban, 2022 első negyedévében érkezik az első, és majd 2024 októberéig folyamatosan lecserélődik az a meglévő Volvo flotta, ami 2009 óta járja a város útjait. Természetesen ezek a buszok is Euro 6-os dízelmotorral, tehát a legkorszerűbb dízelmotorral lesznek szerelve, és így is az előzetes számítások szerint 17%-kal csökken a szénmonoxid kibocsátás, és körülbelül 50%-kal a szállópor kibocsátása a levegőben ezen buszok által a meglévő flottához képest. De természetesen nagyon fontos kiemelni azt is, hogy ahhoz, hogy a debreceniekkel együtt közösen tudjunk Debrecen zöld és fenntartható jövőjéről gondolkodni, elindítottuk a Future of Debrecen mozgalmat, és minden olyan debrecenit várunk ehhez a mozgalomhoz, csatlakozási szándékkal, akiknek fontos, hogy Debrecen zöld és fenntartható módon fejlődjön a jövőben. Ugye már arról is hattunk írt, hogy van gyakorlatilag egy szakembercsapat, aki már csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és hát arról is hattunk már hírt, hogy például a gyerekeknek ilyen rajzpályázatban, hogy hogyan képzelni kell egy-egy területet. Mennyire tudják ezeket a úgymondva alulról érkező kezdeményezéseket beépíteni, és mennyire fontos, hogy ezek megjelenjenek a városfejlesztésben? Hát természetesen, csak hogyha maradunk a Civakva példájánál, elindítottuk most is a Mi Civakvánk, vagy elindítottuk a Mi Civakvánk ötletpályázatot, amelynek az eredményhirdetésre múlt héten került sor, és számtalan csapat, több mint 70 csapat indult ezen a pályázaton, és számos olyan ötlet érkezett be, és javaslat, melyet az alul, mint alulról jövő kezdeményezés a Civakva program további folytatásaiban, tehát a 2A-2B ütemben meg kívánunk valósítani. Ezek természetesen már a városi, nem, azon túl, hogy környezetvédelmi program, azon túl már a szabadidős és rekreációs programokat is biztosítani hivatottak a városlakók számára. Igen, mert ha a szemletformálásról beszélünk, akkor muszáj arról beszélni, hogy hát jó, zöld a környezet, de használják is az emberek. Tehát egyfajta életszemléletet is próbálnak ezzel változtatni, ezzel a felfogással és programmal? Abszolút, de ezt is nagyon jó példázza, hogy két évvel ezelőtt a Debrecen Mi Kertünk program keretében ültessünk 5 év alatt több mint 10 000 fát Debrecenben, és nagyon fontos kiemelni, hogy a debreceniekkel közösen, tehát a különböző civil szervezetekkel, a különböző lakossági kezdeményezésekkel összefogva biztosítjuk a 10 000 fa ültetését a városban. Ezzel jól haladunk, nem állunk meg és folytatjuk, de természetesen a város nyugati részén véderdő telepítésbe is kezdtünk, úgyhogy a város zöldítése tekintetében nem állunk rosszul, valamint elindítottuk és folytatjuk a lakótelepek zöld felületeinek minőségi javulását, javítását célzó programjainkat, a zöldváros programokat. Tehát itt számos lakótelepen már ezek a programok megvalósultak, valamint vannak olyan lakótelepek, amelyek folyamatban vannak, és vannak olyan városi területek, mint a például a Petőfi tér, ami hamarosan indulásra is kerül. Hát adja Isten, minél zöldebb városban éljünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen.